A 16 templom nagy része védett műemlék. Ez az összeg komoly perspektívát jelent, hiszen a középkori templomok különleges értéket képviselnek. Magyarország egyik középkori templomokban gazdag vidéke vagyunk. Itt ugyanis egyedülállóan sűrű hálózata maradhatott fenn ezeknek az épületeknek. Építészeti stílusokat tekintve főbb jellemzőik a kisméretű templomok, a melléjük épített fa harangtornyok, a számos fennmaradt freskó, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek és a faragott szószékek. A műemlékvédelem felmérte és megtalálta azokat az értékeket, amelyeket meg kell őrizni a felújításuk során. Az engedélyeket e szerint adják ki az építkezésekhez. Leginkább arra kell odafigyelni, hogy egy-egy helyreállítás az a történelmi megfelelőségnek eleget tegyen. Tehát, ha egy középkori templomról van szó, akkor ezek a középkori templomok, ezek úgy legyenek megcsinálva, mint hogyha mi visszalépnénk, mikor belépünk az ajtón, egy középkori hangulatba. Nem szabad letennünk egy középkori kis templomba egy márvány burkolatot, hanem igen, akkor ott biztos, hogy egy téglaburkolattal olyan belső hangulatot kell teremteni. A falképeket úgy kell restaurálni, hogy azok ne rikítsanak, de megmutassák a legszebb oldalukat. Például az újkori neogótikus kispaládi templom évtizedek óta felújításra vár. Fábián házán a görögkatolikus templom műemlék. A tetőszerkezet felújításával, a tornyok újraépítésével, az ikonosztázion restaurálásával megmentik kincseit. Jánk Majtison, Csengerújfalun, Kölcsén, Rozsájon, Porcsalmán a görögkatolikus templomok felbecsülhetetlen értéket képviselnek. A középkorban épített református templomoknál is a történelmi múltat bújtatják új köntösbe. A szabolcsbecsi, kisari, szamosszegi, tunyogmatolcsi, tiszakóródi, mételeki, kispaládi, tiszabecsi református egyházközségek nyertek támogatást a felújításokra. Korábban ilyen nagyságrendű forrás nem volt templomokra. A műemlékvédelmi szakértők szerint 30-40 évente kellene felújítani a templomokat.